Millás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség. Mona Lisa nem azért szép, mert kedvesen mosolyog, hanem azért szép, mert van egy titok benne. És minden alkotásban ez van, hogy a titkot kell megfejteni. Hogyha a titokkal együtt tudsz élni, a titkot meg tudod fejteni, akkor győztél, már együtt tudsz élni a dologgal. Hát, ezért nem szeretem a női irodalmat. Egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés. Nekem van egy mottom, hogy mindennek eljön az ideje. És tulajdonképpen ez még mindig bevált nekem. Tehát vannak az életben csendesebb időszakok, vannak, amikor lejjebb van a kerék, és van, amikor fent van a kerék. Tehát ezt, hogyha az ember így figyelembe veszi, hogy a sors az egyszer elvesz az egyik kezével, és máskor megad, akkor egy kicsit nyugodtabb, és belenyugszik a dolgokba, és tud pozitívabban hozzáállni, és pozitívan gondolkodni. És a háziasszony, Paor Lilla. Millás reggeli. Szombat és vasárnap délelőtt 10 órától a 6-os csatorna műsorán. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paor Lillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a pomádészalomban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor média partnere a Pécs Rádió.